Laudate, laudate, laudate Domino, omnes gentes, gentes, gentis, laudate Deum, laudate Deum, laudate Deum, omnis populi, laudate, laudate Domino. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás békesség! Dicsőség Jézus Krisztusnak! Erős vár a mi Istenünk! Békesség mindenkinek! Kedves keresztény, keresztény testvérek! Az Egyetemi Ökumenikus Lelkészség nevében és a Miskolci Egyetem vezetősége nevében nagy szeretettel köszöntjük az Ökumenikus Imahét kiemelt alkalmán a kedves jelenlévőket, testvéreket. Nagy öröm számunkra, hogy ez a kiemelt alkalom egyházaink vezetőivel valósulhat meg. Püspökatyák gondolatai segítsenek bennünket abban, hogy az imahét vezérmondatát még inkább szívünkbe tudjuk forgatni, mely így szól, arra hivattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük. Kedves testvérek, mint ismeretes, a magyarországi felsőoktatási intézetek közül csak itt Miskolci Egyetemen van ökumenikus lelkészség 4 felekezet közreműködésével, immár több mint 10 éve. Köszönet és hála az akkori főpásztoroknak és rektoroknak, külön kiemelve dr. Patkó Gyula emeritus rektor urat, aki itt van a jelenlévők között, aki szívügyének tekintette és tekinti ma is lelkészségünk áldásos működését. Az Isten tisztelet megkezdése előtt szeretném felkérni dr. Torma András rektor urat köszöntő beszédének megtartására, majd rektor úr gondolatai után kezdetét veszi az Isten tisztelet. Excellenciás érsek úr, főtiszteletű és főtisztelendő püspök urak, nagytiszteletű lelkipásztorok, tisztelt kancellár úr és kedves vendégeink! Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az Ökumenikus Imahét 2016. évi kiemelt alkalmának otthona a Miskolc Egyetem díszaulája lehet. Az elmúlt évek során már hagyománnyá vált, hogy ez a rendezvény itt kerül megrendezésre, köszönet ezért a szervezőknek. És hogy miért is vagyunk itt az egyetemen? Talán a következők miatt. Pál apostolnak a római beliekhez írott levelében olvasható. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, és gyakoroljátok a vendégszeretetet. Nos, ennek a buzdításnak eleget téve a Miskolc Egyetem korábbi vezetése és jelenlegi vezetése ad otthont ennek a rendezvénynek. Az egyetem vezetése számára mindig fontos volt, és napjainkban is fontos, hogy otthont adjunk ennek és az ehhez hasonló rendezvényeknek,
mint ahogyan 13 évvel ezelőtt otthont biztosítottunk az egyetemi lelkészségnek. Az egyetem rektoraként, mint házigazda, mondom önöknek, Isten hozta önöket a Miskolci Egyetemen. Örömmel látom e sorokban az egyetemi ökumenikus lelkészség lelkipásztorait, akikkel természetesen az év során, az év közben sokszor találkozunk, de talán ez a rendezvény is módot ad arra, hogy megköszönjem azt az áldozatos munkát, amit az egyetemi polgárok lelküdvéért tesznek, a lelki jólétük emeléséért. Jogász lévén engedjék meg, hogy most egy kicsit a jog vizeire evezzek, de bízom abban, hogy rá fognak jönni mindjárt, hogy miért teszem ezt. Nos, 2000 és 2004 közötti időszak Európában az alkotmányozás lázában égő Európa volt. Az egész Európai Unió azzal volt tele, hogy alkotmány kell Európának, az Európai Uniónak alkotmányra van szüksége, mert az a jogrend, ami akkoriban létezett, az nem eléggé szilárd, nincsen meg azok a szilárd keretek, amelyek biztosítják az Európai Unió jogrendjének egységességét. És megszületett 2004-ben az Európai Uniónak az alkotmánya, amelyben időzőjelben mondom, kifelejtették a keresztény gyökerekre való utalást. Ez Európa lakói tekintetében felzúgulódást keltett, és voltak, akik azt mondták, hogy helye van az alkotmányban keresztény gyökerekre való utalásnak, míg mások azt mondták, hogy nincsen helye. Ez a vita úgy dőlt el végül is, hogy az alkotmány nem rögzíti a keresztény gyökerekre való utalást. Talán ezért sem lépett hatályba az Európai Uniónak az alkotmánya. Így aztán egy légüres tér keletkezett, és 2007-ben megszületett egy új dokumentum, ez a Lisszaboni Szerződésnek nevezett megállapodás az Unió tagállamai között, amely megfogalmazásakor nagyon vártuk, hogy rögzíti végre azt a tényt, ami mindenki által ismert, hogy Európa bár sok nép, sok nemzet lakja, sok nyelven beszélünk, de Európa mégiscsak egységes. Európa egység, a sokszínűség egysége, és ezt a sokszínűség egységet a keresztény gyökerekre való utalásban találhatjuk meg. És mit látunk? A Lisszaboni Szerződés sem rögzíti a keresztény gyökerekre való utalást. Miért mondom ezt most? Azért, mert átéltük a tavalyi évet mindnyájan, a 2015-ös migrációs hullámra gondolok. Sok egyéb körülmény mellett ez a tény is bizonyítja azt, hogy hozzá kell nyúlni az Európai Unió alkotmányos rendjéhez, ha úgy tetszik, a Lisszaboni Szerződést felül kell vizsgálni, és nagyon bízom abban, hogy a felülvizsgálat során meg fogják hallani azok hangját is, akik bíznak Európa egységében, az egységességben, az egyistenhetben, és a új jogrend rögzíteni fogja a keresztény gyökerekre való utalást. Ha úgy tetszik, azt is mondom, érték tartalmúvá fog válni tehát az európai jogrendnek az alapja. Kedves vendégeink, befejezésre engedjék meg, hogy beszédemet Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott levele 4. fejezetében olvasható következő gondolatokkal zárjam. Éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindenkinek. Ő van mindenek felett. Hölgyeim és Uraim, köszönöm, hogy meghallgattak. Hálásan köszönjük szépen rektor úr ünnepi gondolatait és köszöntő szavait, és köszönjük, hogy a lelkészség munkáját is értékelte, és bízunk benne, hogy ez továbbra is így marad.
hogy a lelkészség tud működni, és tudja a lelkek javát szolgálni a Miskolci Egyetem hallgatói és oktatói körében. Elkezdjük az Isten tiszteletet a kiosztott lapnak megfelelően, a lelkészatyák, lelkésztársak beosztása szerint ide kell jönni, és az imádságot itt olvassuk föl. Az énekkar szolgálata is jelölve van a kiosztott lapon keresztül, illetve az igehirdetőknek az igehirdetési szakasza, illetve az igehirdető személye is. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban, amikor most összegyülekeztünk ezen az Isten tiszteleten, hogy az egységért imádkozzunk, megköszönjük Istennek keresztény méltóságunkat és elhívásunkat, amelyek leírását Péter apostol szavaiban találjuk. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonába vetett népe, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ebben az évben a lettországi keresztényekkel együtt imádkozunk, akik annak reményében készítették elő ezt az Isten tiszteletet, hogy mindannyian növekedhessünk az Úr Jézus Krisztussal való közösségben, és mindazokkal a közösségben, akik szintén az egység felé törekednek. A Szentlélek jelenlétéért imádkozzunk, mert a gyülekezet hangos szóval válaszol. Szentlélek, az Atya Isten ajándéka a Jézus Krisztus által. Lakozz bennünk, nyisd meg szíveinket, és segíts, hogy figyeljünk szavadra. Szentlélek Isten, szállj le ránk! Szentlélek, isteni szeretet, az egység és szentség forrása, mutasd meg nekünk az Atya szeretetét. Szentlélek Isten, szállj le ránk! Szentlélek, szeretett tüze, tisztíts meg minket, és védj el szívünkből, közösségeinkből, és a világból minden megosztottságot, és tégy egyé minket Jézus nevében. Szentlélek Isten, szállj le ránk! Szentlélek, erősítsd hitünket Jézusban, aki valóságos Isten és valóságos ember, aki megosztottságunk bűneit vitte a keresztre, és feltámadásában közösséggé tett minket. Szentlélek Isten, szállj le ránk! Atya, Fiú, Szentlélek, lakozzál bennünk, hogy a szeretet és szentség közösségébe válhassunk. Tégy egyé benned, aki élsz és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Thank you.
kiengesztelődés imádságai következnek. Isten megbékélésre, kiengesztelődésre és szentségre hív minket. Változtassuk meg értelmünket, szívünket, egész testünket, hogy befogadhassuk a kiengesztelődés kegyelmét a szentté válás útján. Uram, Te saját képmásodra teremtettél minket, bocsáss meg nekünk, amikor nem tiszteljük Isten képiségünket és a világot, amelyet nekünk adtál. Jézusunk, Te arra hívtál bennünket, hogy tökéletesek legyünk, mint ahogyan a mennyei Atyánk is tökéletes. Bocsáss meg nekünk, amikor képtelenek vagyunk szentekké, a tisztaság embereivé válni, amikor nem tiszteljük az emberi jogokat és az emberi méltóságot. Kriszte eleison. Kriszte eleison. Élet, igazság és békesség, Ura, bocsáss meg nekünk, amikor a halál, a háború és az igazságtalanság kultúráját közvetítjük, és kudarcot vallunk a szeretet civilizációjának építésében, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Irgalmas Isten, töltsd be minket kegyelmeddel és szentségeddel. Tégy minket a szeretet apostolaivá, bárhová is megyünk. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért kérünk. Amen. Szeretném felkérni Krank József ortodox parókus atyát az igehirdetés bevezetésére. Excellenciás püspök urak, főtisztelendő testvéreim és nővéreim, Krisztusban kedves testvérek, ökumenikus imahetünk központi gondolata, arra hivattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük. Joggal tehetjük föl a kérdést, hogyan hirdetjük a mai kor számára az Úr nagy tetteit? Képes-e a klerikális egyház válaszokat adni a kor kihívásaira? Képesek vagyunk-e a szétszórtságban rendezettséget képviselni, az igazságtalanságban az igazságot, a békétlenségben a békét? Képesek vagyunk-e a reményvesztett kereszténység számára visszaadni a remény útját, újra formálni a rendet, melynek uralkodnia kellene Isten és ember, a Teremtő és az ő teremtménye között? Lényeges kérdések ezek mindannyiunk számára. Európa morális válságban van. A keresztény értékrendeket lábbal tapossák sok helyen, üresek a keresztény templomok. Elindult egy hanyatlás, mert az emberek a keresztény értékrendeket nem tekintették értéknek, hiszen az ember azt védelmezi, amit értéknek tekint. Nekünk nem az a feladatunk,
hogy szembeforduljunk és gyöngítsük a nem keresztény egyházakat. De az viszont feladatunk, hogy erősítsük önmagunkat, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a kereszténység központi kulturális alappillére legyen Európa társadalmának. Nyugat-Európa keresztény közössége egy értékrendek szempontjából fölhígult kereszténység lett. De ennek egyik komoly alapja, komoly oka az, hogy az egyházban az emberek, a családok nem találják meg azt a biztos támpontot, ami számukra a megtartás és a stabil irány eszköze lenne. Mire gondolok valójában? Egyik alkalommal egy orosz asszonynak azt mondtam, hozza a gyermekeit hittanórára. Hadd tanuljon meg szebbnél szebb imádságokat. Merüljön el az egyház hagyományában. A válasz a következő volt. Atyám, nagyon kérem, ne erre tanítsa őt, hanem a hit igazságaira, amire én képtelen vagyok. Az egyház hagyományait, irányát, útmutatását mi jól ismerjük. Az emberi természetünkhöz hozzátartozik, hogy kategórikusan elutasítjuk azt, amit nem értünk. De fáradozni kell azért, hogy megértsük azt, hogy a kereszténység nem csupán egy vallási formula, hanem egy életforma. Általam nagyon tisztelt metropolitám, főpapom, a moszkvai patriarkátusnak, külügyi osztályának a vezetője, Ilárion metropolita a következőket mondta. Nekünk nem az erős iszlámtól kell félnünk, hanem a gyönge kereszténységtől. Bizony, mennyire sokat mondó ez a gondolat. Erre szoktam mondani, egy jó mondat többet ér egy rossz könyvnél. Kedves testvérek! Valóban fontos és megválaszolandó kérdés mindannyiunk számára. Képesek vagyunk-e újra formálni magunkban azt a rendet, melynek uralkodnia kellene? Jézus Krisztus azt mondja, miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, ha nem teszitek, amit parancsoltam nektek? A formális kereszténység, mely csak a külsőségekben ölt testet, nem ad választ a kereszténységet érintő problémákra. Mert Istennek szentelt életünk megkívánja tőlünk azt, hogy akaratát megtegyük. Amikor különböző megpróbáltatásokkal találjuk magunkat szembe a világban, amikor az ember minden erőfeszítését összeszedve próbál megfelelni a társadalomban, hiszen ha átgondoljuk, az életünk voltaképpen erről szól, a megfelelésről. Megfelelni a munkahelyen, a családban, a baráti környezetben, ott, ahol éppen vagyunk. És hogyha sikertelenségekkel találjuk szembe magunkat, akkor azt érezzük, hogy nem tudtunk megfelelni az adott kihívásoknak, megpróbáltatásoknak. Nem is ezzel van a probléma. A probléma abban van, hogy nem helyes a sorrend.
Számtalanszor tapasztalom azt, hogy mivel mentik ki szülők a gyermekeiket, hogy miért nem jöttek hittanórára. Mert szakkör van, mert judó oktatás, meg mindig van valami, ami az egyházban betöltött szerep elé kerül. De ez mindannyiunk felelőssége, mert valóban, ha átgondoljuk, nem a papnak a kötelessége a gyermeket megtanítani imádkozni, hanem annak már a családban látnia kell egy keresztény életmodellt, amit ő majd később példának tekint, és természetesnek tekint. Mert csak az lesz képes hitelesen képviselni a keresztény értékrendet, aki éli is azt. Hát ha Jézusnak elég lett volna a formális vallásosság, akkor a farizeusokból választott volna apostolt. De nagyon jól tudjuk, egyáltalán nem ezt tette. És mindannyiunk felelőssége eljutni a ballatortól a jobblatorig. Mindannyian az Isten tékozló gyermekei vagyunk a magunk gyöngeségével. De a kérdés az, hogy haza akarok-e találni az atyai házhoz? Úgy gondolom, hogy bennünket nem is igazából a bűn tart távol az Istentől, hanem a bűnbánat hiánya. Mert megvan az az emberi természetünk, hogy nem csak egymást tudjuk becsapni, hanem saját magunkat is. És az ember leélhet úgy egy életet, hogy saját magáról kialakít egy idealizált világot, és azt mondja, én ilyen vagyok. Nem biztos, hogy olyan. De nagyon fontos, hogy minden ember kötelessége, hogy eljusson arra a szintre, hogy amikor változást akar a helyes irányba, akkor az saját magával kezdje. Jézus mit mondott? Nem azt mondta, hogy arról ismerje meg benneteket mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy hirdetitek a szeretetet, hanem hogy szeretettel vagytok egymás iránt. A kettő közt egy óriási különbség van. Tehát nem mindegy, hogy megélem, vagy nem élem meg, csak hirdetem. Igaz? Az egyik az példaértékű és követendő, a másik meg azt mondja, hogy hát beszél róla, de nem teszi. Kedveseim, én arra kérlek mindnyájatokat, hogy imádkozzatok azért, hogy a mindenható Isten szent kegyelme által adja meg mindannyiunk számára a bölcsesség lelkét. Mert a tudást azt megszerezzük, de a bölcsességet azt az Istentől kapjuk. Kérjétek az Istent, hogy adja meg a keresztény világ számára, hogy tisztán lásson. Mert akkor tudom leküzdeni az akadályokat, akkor tudok túljutni a megpróbáltatásokon, hogyha világosan látom azt, hogy mi az akadály, és milyen megpróbáltatással állok szemben. Mert Istennek szentelt életünk megkívánja tőlünk azt, hogy akaratát megtegyük, mert arra hivattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülünk. Isten igéje, amelyet most meghallgatunk, a szeretet kiáradása életünkben. Hallgassátok és élni fogtok. Istennek legyen hála. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam,
sem éjjel, sem nappal nem hallgathatnak. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, sose nyugodhattok. Ne hagyjatok nyugtot neki, míg Jeruzsálemet föl nem építi, és dicsőségessé nem teszi a földön. Kedves testvérek! A próféta fő feladata az, hogy Isten nevében beszéljen. Ezek a szavak, amelyeket az imént hallottunk, ezek nem Izaiásnak a saját üzenetei, nem csupán a jövendőt mondják, hanem mindenekelőtt az Isten üzenetét közvetítik az emberek felé. Vagyis nem a próféta az, aki őröket állít, hanem maga az Isten. Azért, mert értékes számára a város, fontos neki Jeruzsálem. Azt akarja, hogy legyenek, akik vigyáznak és őrködnek felette. Mit üzennek nekünk, mostani őrállóknak, ezek az ősi prófétai szavak, amelyek Krisztus előtt úgy 500 körül hangzottak el? Hogyan kell nekünk Jeruzsálem falaira vigyázni, vagy azt újjáépíteni, helyreállítani? Hogyan segítenek nekünk abban, hogy mi megosztott keresztények közösen imádkozzunk az egyház egységéért? Ezek a szavak élő szavak. Egyáltalán nekünk, mai embereknek fontos még az Ószövetség tanítása? Fontos az, amit a régi próféták mondtak a választott nép számára? A katolikus egyházban a II. Vatikáni zsinat nyitotta fel a szemünket a Szentírás központi üzenetére, arra a nagy kincsre, amit maga a Biblia jelent. Protestáns testvéreink, akik kezében mindig ott van a Biblia, jó példa voltak a katolikusok számára is, hogy mennyire fontos, hogy a Szentírás üzenete mindig ott legyen előttünk. A Dei Verbum kezdeti zsinati dokumentum az isteni kinyilatkoztatásról tanított. A Bibliát, mint Isten igéjét állította az egyház elé. És a következő meglepő sorokat olvashatjuk ebben a dokumentumban. Isten, aki mindkét szövetség sugalmazója és szerzője, bölcsen úgy rendezte, hogy az új el legyen rejtve az óban. Az ó viszont az új szövetségben táruljon fel. Jól lehet, Krisztus vérével új szövetséget alapított, az Ószövetség könyvei teljes terjedelmükben fölvétettek az evangéliumba. Teljes értelmüket benne kapják és mutatják meg. S viszont megvilágítják és megmagyarázzák az Ószövetséget. Ezek a szavak tehát azt jelentik, hogy az Ószövetséget akkor érthetjük meg a maga teljes valóságában, hogyha az új szövetség beteljesedésében olvassuk. Az új szövetséget pedig csak akkor tudjuk megérteni az evangéliumok üzenetét, hogyha ismerjük és engedjük, hogy hasson ránk az ószövetségi beágyazottsága. Csak a kettőt együtt tudjuk megérteni és befogadni. Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Ne hagyjatok nyugtot neki, míg helyre nem állítja Jeruzsálemet, s dicsőségessé nem teszi a földön. Ezek a szavak az új szövetségben
és az egyház életében tárulnak föl igazán. Ma csak az egyház életében tudunk értelmezési horizontot találni. Számunkra Jeruzsálem nem csak Izrael fővárosát jelenti, nem csak az ószövetségi templom jut eszünkbe róla, hanem maga az egyház, Isten népe, mint új Jeruzsálem, az Istentől alászállt város, amelynek 12 alapköve van, a 12 apostolnak a nevei. A Jelenések könyvében olvasunk erről, a 21. fejezetben, amelyet nem értenénk meg akkor, ha nem tudnánk, hogy mit is jelent valójában Jeruzsálem. És Jeruzsálem igazi jelentősége is éppen a Jelenések könyvének a leírásából lesz fontos és ismerős mindannyiunk számára. Velünk fog lakni Isten hajléka az emberek között. Újjá teremt mindent. Értékes az Isten számára az új Jeruzsálem, az egyház, amelyre vigyáz, és amelyre őrállókat küld minden nemzedék idejében. Ezek az ószövetségi szavak, amelyeket hallottunk, teljes értelmüket, tehát az új szövetségben nyerik el, amelyek ugyanakkor rejtett módon már hordozzák az új szövetségi üzenetet. Jeruzsálem, vagyis az egyház helyreállítása, hogy is ne juttatná eszünkbe megosztottságunk sebeit. Nem szabad nyugtot hagyni neki, mármint Istennek. Olvassuk Izaiásnál, míg helyre nem állítja az egyház egységét, hogy dicsőségessé válhasson a földön, hogy megvalósulhasson az a kép, amelyről testvérünk beszélt az előbb, hogy valóban vonzó módon tudjuk felmutatni Jézus Krisztust a mai világ előtt, hogy azok a keresztények, akik már talán csak nevükben, vagy olykor még abban sem keresztények, csak kulturális hagyományaikban, hogy azok végre újra rátaláljanak Jézus Krisztusra. Hogy rádöbbenjenek arra, hogy vallásosnak lenni, az nem bizonyos gyakorlatoknak a megtartását jelenti, hanem azt jelenti, hogy barátságra, személyes kapcsolatra lépünk vele, aki mindannyiunk üdvözítője és megváltója. Az ő csodálatos műve ez. A mi feladatunk az, ami az idei imahetünk fő témája. Arra hivattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük. Egymásban is felismerjük és elismerjük minden felekezet, minden Krisztus hívő a saját közössége hagyományainak, stílusának megfelelően külön is az Úr tetteit hirdeti. Mi pedig most együtt hirdetjük az Úr tetteit, és a mai nap mottója szerint együtt imádkozva tesszük ezt. Az Úr nagy tetteit együtt imádkozva hirdetni. Ez a mai napnak a különleges üzenete mindannyiunk számára. És érezzük azt, hogy bátrabbak, erősebbek vagyunk, hogyha merünk egymásnak támaszkodni, válvetve, egymásnak bizalmat szavazva, testvéri módon haladni előre. Krisztus követői képesek együtt imádkozni és együtt tanúságot tenni. Ezeknek az ökumenikus alkalmaknak, az ökumenikus imahét különféle alkalmainak ez az igazi nagy hozadéka, az igazi nagy üzenete elsősorban nekünk, keresztényeknek, akik éljük a vallásunkat, de ugyanakkor kifelé is, azok felé, az emberek felé is, akik kívülről figyelnek és méregetnek bennünket, akik olykor talán eljutnak templomaink küszöbéig, de nem lépnek át azon. Ezért nem akarunk nyugtot hagyni neki.
Szüntelenül kérjük őt, hogy állítsa helyre Jeruzsálemet, hogy újra egységes legyen, hogy egyetlen nép lakja, melyet ő gyűjt össze nemzedékről nemzedékre a világ népei közül. Ez az új Jeruzsálem, amelyben már nem számít a nyelv, a nem, a bőrszín, mert a Szentlélek egyesít mindenkit. Ebben már egy nyáj lesz és egy pásztor. Isten új népe, a földön vándorló egyház, csupa nagybetűvel. Ezért imádkozunk, ezért kérjük őt, ezért nem hagyunk nyugtot neki ezen a héten sem. Add meg nekünk egyházunk egységét. Ezt kérjük együtt imádkozva. Ez az Isten igazi nagy tette. Erről már is tudunk közösen tanúskodni. Különbözőek vagyunk egymástól. Máshogy öltözködünk. Más a liturgiánk. Mások a szokásaink. Nem baj, hiszen mi nem az egyformaságra, mi az egységre törekszünk. Ferenc pápa szavai ezek Torinóban mondta, a Valdi közösség előtt. És valóban gondoljunk bele, hát mi nem egyformaságra, nem uniformizmusra törekszünk. Mi egységet szeretnénk, abban, ami igazán lényeges. És ezt az egységet nem másban, mint Jézus Krisztus személyében találjuk meg. A katolikus egyházban tavaly december 8-án kezdődött el az irgalmasság szentéve, amely egyúttal jubileumi év is, a II. Vatikáni zsinat befejezésének 50. évfordulójára emlékezünk. Tudjuk ennek a zsinatnak, milyen óriási jelentősége volt abban, hogy a katolikus egyház megújult és ökumenikus lendületet vett. Protestáns testvéreink már a múlt század első éveiben, első évtizedeiben elkezdték az ökumenikus mozgalmat. Ebbe kapcsolódott be a katolikus egyház is 50 évvel ezelőtt, köszönettel, köszönhetően a II. Vatikáni zsinat lendületének. Ezért olyan fontos nekünk, hogy ez a zsinat, ez most, amelyikre emlékezünk, ráirányítja figyelmünket arra, hogy egyedül nem vagyunk képesek az egységre. Az irgalmas Istennek az ajándékát kell kérnünk. Mert ha megvalósul egyszer a teljes egység, az nem a mi kompromisszum készségünknek, nem a mi baráti jobbjainknak lesz az eredménye, hanem Isten ingyenes ajándéka lesz számunkra, az irgalmas Isten ingyenes ajándéka. Kérjük őt, hogy hallgasson meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te, aki megtanítottál minket, hogy irgalmasak legyünk, mint az égi atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az őt látja, mutasd meg nekünk arcodat, és mi üdvözülünk. Amen. Oh,
Jézus mondja, boldogok, akik hallgatják és megtartják az Istennek beszédét. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ugyanint az megszólít bennünket a századik Zsoltárból. A századik Zsoltárból így szól Isten igéje. Újongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Kedves testvérek, a századik Zsoltár egy csodálatos hálaének, Dávid csodálatos éneke. Mégis ebben a Zsoltárban, ebben a hálaadó énekben 7 imperatívus van, 7 parancs, 7 felszólítás, és azt gondolom, hogy talán a hálaének és a parancs valahogy első hallásra nem illik össze. Ha valaki dicsőítő éneket, hálát énekel, dicséretet mond, miért kell parancsolni? Az utolsó vers ebben a Zsoltárban így hangzik, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Na ezért hangzanak el ezek az imperatívusok, ezek a felszólítások, ezek a felhívások. És ezek csodálatos felhívások, ezek nem kényszerek, hanem lehetőségek. Újongjatok az Úr előtt, az egész földön. Ez az első. És ha ökumenőről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy igen, erről van szó, az egész föld, az oikomené. Ez az, amely örüljön, újongjon. Mi keresztények. És valóban igaz, amit érsek úr mondott, teljesen mindegy, hogy hogy vagyunk öltözve. Mi együtt újongjunk és örvendezzünk, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Újongjatok! Furcsán hangzik talán. A mi keresztény létünkben és keresztény gyakorlatunkban talán kevésbé található meg ez az örvendező újongás. Amiről hallottunk, sajnos igaz. Templomaink kiürülnek, és valahol kiüresedett és megüresedett a kereszténységünk is Európában. Én egyik okaként talán azt látom, hogy a kívülállók keresnék rajtunk az örömteli arcot, a vidám tekintetet, a jó értelembe vett újongást, nem a rajongást, hanem az újongást, az örömet. Sokszor komor arccal, komor tekintettel próbálunk örömről beszélni, és örömet hirdetni. És ebben az esetben sajnos hiteltelenekké válunk, mert más mond a szánk, és más látszik rajtunk. Ez a hálaének erre hív bennünket egységesen, együtt, újongjatok az Úr előtt, az egész földön. Ajándékozzon meg Isten bennünket, ilyen örömteli szívvel, örömteli lélekkel, tudjunk valóban azért örülni, és ez láttassék meg rajtunk, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, hűsége nemzedékről nemzedékre. A második felhívás így hangzik, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Látszólag itt is ellentmondás van, szolgálni, meg örülni. Hát
nem biztos, hogy összetartozik. A szolgasághoz az öröm nem tartozik. De tényleg nem tartozik? Azonban van itt valami, ami fontos. Itt nem szolgaságról van szó, hanem szolgálatról, mégpedig az Úrnak, az Istennek. Annak az Istennek szabad és lehet örömmel szolgálni, aki jó, és akinek örökké tart szeretete. Aki jó, és akinek örökké tart szeretete. Őt szabad, lehet örömmel szolgálni. A harmadik felhívás az így hangzik. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övé vagyunk. Tudjátok meg. Ez a mi nagy küldetésünk és a mi nagy feladatunk, ha úgy tetszik, a nagy missziunk, közös missziunk, elmondani mindenkinek. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Az övé vagyunk, ő alkotott bennünket, ő formált bennünket, az ő népe és legelőjének nyája vagyunk. Mondjátok el, hirdessétek a népek között az Istennek nagy tetteit, többek között azt is, hogy milyen nagyot tett, hogy ő alkotott minket, ő formált, az övéi vagyunk. Mondjátok el. Szeretném azt is mondani, ez nem a papság feladata, nem a papok küldetése csupán. És ezzel nem akarom magunkról, magamról a felelősséget áthárítani. Ez egyetemes keresztény küldetésünk, aki megtapasztalta az Isten szeretetét és jóságát, az, ha úgy tetszik, köteles szeretetből elmondani másoknak. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az ő népe és legelőjének nyája vagyunk. Menjetek be kapuin hála énekkel. Énekeljetek az Úrnak hála éneket. Egy másik zsoltár olyan szépen fogalmazza ezt, meg a 103. zsoltár. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett velem. Áldjad lelkem az Urat. Dicsőítsd, magasztald a kegyelmes Istent minden jó téteményért. Énekelj neki, zengedezz neki, hálaadással. Adjatok hálát neki. Olyan jó lenne egyszer-egyszer úgy megállni az Isten előtt, hogy nem kérek, most nem követelek, most nem panaszkodok, Istenem, most csak szeretnék megállni előtted, hálát adni, áldani nevedet, dicsőíteni, magasztalni téged. Dávid a zsoltáros király ebben példát adott nekünk, vannak panaszénekei, vannak hálaénekei, van, amikor könyörög, van, amikor panaszkodik, van, amikor perlekedik az Istennel, de kérlek benneteket, olvassátok el a 145. zsoltárt, amelyben Dávid elcsendesedik, és abban a zsoltárban nem könyörög, nem panaszkodik, nem kér, nem perlekedik, hanem csak megáll, és csodálkozik az Isten szentségén, és dicsőít és magasztalja őt. Semmi más nem csinál. Áldjátok az ő nevét, adjatok hálát neki. Miért? Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. A kegyelmes Isten ebben tegyen egységessé bennünket, egyekké, hogy tudjunk így szolgálni neki, így legyünk az ő népe, az ő legelőjének nyája. Amen.
Kedves testvérek, következő olvasmányunkat Szent Péter apostol katolikus leveléből a Szent István Társulat katolikus fordításában fogom felolvasni. De imafüzetünknek, illetve a Világegyház elé kikerült mai ökumenikus füzetnek a mostani olvasmányra vonatkozó mottója a magyar kiadásban, protestáns fordításban szerepel. Itt, ezen a helyen, még mielőtt a katolikus fordítást elkezdeném olvasni, szeretném ezt is föleleveníteni. Itt, az egyetem aulájában nagyon fontos a mondani valója, legyetek bölcsek és józanak, hogy imádkozhassatok. Valóban sokféleképpen fordítható ez a görög bibliai mondat, amelyet majd katolikus fordításunkban olvasok, de akárhogyan is fordítjuk, nekünk, keresztényeknek a bölcsességre, a tudományra, a józan észre, még az imádsághoz is nagy szükségünk van. Adja meg Isten a szükséges bölcsességet, belátást és józanságot. És ez nem csak az alkohol vagy szermentességet, hanem minden szenvedélytől való mentességet jelent annak érdekében, hogy imádkozhassunk, s hogy együtt imádkozhassunk. Szent Péter apostol első levelének 4. fejezetét olvasom. Testvérek, legyetek okosak és éberek, és imádkozzatok. Mindenek előtt szeressétek egymást figyelmesen, mert a szeretet befedi a bűnök sokaságát. Legyetek egymás iránt vendégszeretők, zugolódás nélkül. Aszerint, hogy kiki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek. Jó sáfárokat is olvashattam volna régi magyar fordítások szerint, de a lényeg az, amit az utolsó mondat kezdetén hallottunk, aszerint, hogy kiki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymás szolgálatára. Megtanultuk mi ezt mindannyian egyházunkban, saját gyülekezeteinkben. Ismételgettük Pál apostol szavait, hogy nem mondhatja kéz a lábnak, nincs rád szükségem, és nem mondhatja szem a fülnek, hogy nincs rád szükségem, mert mit érne hallás nélkül a látás, mit érne a járás a kéz nélkül. Igen, megtanultuk, hogy a Szentlélek az egység lelke, és közösségünkben teljesen rá vagyunk utalva egymásra. Krisztus Urunk titokzatos testében, az egyházban, minden egyes gyülekezetben szolidaritásra vagyunk kötelezve, mert nem magántulajdonként kapjuk a Szentlélek adományait. Ezek a kegyelmi ajándékok közösségépítésre, mindenki hasznára adattak. Megtanultuk a Szent Leckét évszázadokon át. De most, az Úr 2016. esztendejének elején, amikor az emberiség újabb és újabb próbatételek előtt áll, most egyre inkább tudatosítjuk, hogy össze kell zárni sorainkat, hogy még inkább össze kell fognunk, mert nem csak gyülekezeten belül, nem csak egy-egy helyi egyházon belül,
hanem egyetemesen is egymásra vagyunk utalva. Így is értelmezhetjük ezt a bibliai mondatot, aszerint, hogy ki milyen lelki adományt kapott, legyetek egymásnak szolgálatára. Bátorkodom megkockáztatni, hogy nem mondhatja itt Magyarországon a katolikus a protestánsnak, hogy nincs rád szükségem, és nem mondhatja itt Miskolcon a protestáns a katolikusnak, hogy nincs rád szükségem, mert egymásra vagyunk utalva. És megkockáztatom, hogy amit egy-egy egyházon belül minnyájunk lelkére kötött az Isten igéje, azt itt és így ökumenikus alkalommal egy-egy felekezet, egy-egy helyi egyház képviselőinek is lelkére köti, legyetek egymásnak szolgálatára. Mert a karizmák, a lelki ajándékok különfélék ugyan, de a lélek, aki adja, ugyanaz. És a lélek az egység szolgálatát kívánja. Több százan gyűltünk itt össze, de egy nagyváros képviseletében, ahol nem is csak százszor, hanem 200-szor, 300-szor, 400-szor többen vannak bizonyos mértékben ránk utalva. Igen, mert a Szentlélek nem csak azért adja adományait, hogy egy-egy gyülekezetben, egyházban örüljünk azoknak, hanem hogy a közösségépítésben, egy város, egy társadalom szolgálatában is hatékonyak legyünk. Lehetséges, hogy valamelyik protestáns gyülekezet hatékonyabb a vakok, vagy éppen a siketnémák lelkipásztori ellátásában. Lehet, hogy éppen valamelyik katolikus helyi egyház ért jobban az öregek, vagy az árvák, vagy az özvegyek látogatásához. Lehetséges, hogy éppen a jelenlévő ortodox paptestvér ért a közösségével együtt egy-egy olyan lelkipásztori feladathoz, amelyet az Úristen neki szánt, de egymásra vagyunk utalva. Korunk nagy kihívása az a konkurencia helyzet, ahol egymás elől vehetnénk el a lehetőségeket, vagy egymástól irigyelhetnénk azokat. Istentiszteletünk közepén tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, és döntsük el, hogy ezen a válaszúton merre haladunk tovább. Vetélytársak akarunk-e maradni? Bajtársak? Vagy sorstársak az Isten rendelése szerint? Add meg, Uram, hogy igazi társak, egyek legyünk a tőled kapott szolgálatban. Amen.
helyünkről fölállva hallgassuk meg a mai ünnep evangéliumát, Szent János evangéliumából, a János írása szerinti evangélium 1. részéből, a 14. verstől. 4. verstől a 14. versig. Jézusnak Samárián kellett átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása, Jézus ekkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony vizet jött meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edénye sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy atyánknál, Jákobnál, akitől ezt a kutat kaptuk? Aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert az a víz örök életre buzgó forrásá lesz benne. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, ebben az egyetemi közegben hadd utaljak egy számomra ma megismert újsághírre, egyetemi hírre. Amerikában, a Missouri Egyetemen az elmúlt hosszú évek kutatása folyamán, kutatása eredményeképpen matematikusok megtalálták az eddig ismert legnagyobb prím számot. Ha nem rontom el, akkor felolvasom, mert ez a szám 22 millió számjegyből áll, de az egyszerűség kedvéért most rövidítve olvasom. 2 a 74.207.281-en mínusz 1. Ez nagyon egyszerű, mondom, 22 millió számjegyből áll, és azt mondják, hogy ha ezt kinyomtatva leírnák, akkor 3-4 ezer oldalas könyvet töltene meg ez az egyetlen szám, amelyhez persze még lehet nagyobbat is mondani, hiszen hozzáteszem, hogy plusz 1, de az már nem prím szám. A legnagyobb prím szám ilyen. Miért mondom el mindezt? Mert amikor ilyen hatalmas nagy, sok-sok milliós, milliárdos és ki tudja milyen számokban gondolkodunk, akkor Jézus számára a legnagyobb szám az 1. Amikor tömegek hallgatják a hegyi beszédben, sokaság akar a közelébe férkőzni, akkor ő megbecsüli az 1-et. Megbecsüli az 1-et, aki ráadásul asszony, ráadásul feslett életű, hiszen sok férje volt már, akivel most együtt él, az sem a férje, és ráadásul nem utolsó sorban nem hithű zsidó, hanem samáriai, egy ellenséges etnikumnak a tagja. Jézus számára ez az egy a fontos, ott és akkor, és ezért írja János evangélista, Szent János, hogy azért, hogy találkozzon vele, Samárián kellett Jézusnak keresztül mennie. Ez a kellett, ez nem egyszerűen geográfiai, földrajzi meghatározottság, hogy Júdeából, Galileába, Samárián keresztül kell menni. Ez egy isteni szükségszerűség, Isten elrendelése, hogy Jézus találkozzon a samáriai asszonnyal, és az a bűnös, feslett életű asszony, akit mindenki kinevet, megdobál, ócsárol, ez találkozhasson Jézussal, a szenttel, a profán a szenttel. Jézus számára az egy a fontos, és Isten országában legnagyobb szám az 1. És elkezdenek beszélgetni. Kezdetét veszi egy egészen mély, tartalmas, lelkipásztori beszélgetés. És ennek érdekében Jézus leül a kút kávájára.
Persze írja az evangélista, hogy elfáradt Jézus. Hosszú utat tett meg, és az a Jézus, aki az uraknak ura, ugyancsak elfárad, mint mindenki más, hiszen ő valóságos ember, nem csak valóságos ember is, nem csak valóságos Isten. Jézus elfárad, és szomjas. És ott ülve azt mondja, adj innom. És az, hogy először azt hiszi, hogy ugratja őt, évődik vele, te kérsz tőlem inni, de hát mi merítő edényed sincs, a kút is mély. És Jézus azt mondja, igen, adj nekem inni, mert én szomjas vagyok. Ez a lelkipásztori beszélgetés úgy veszi kezdetét, hogy Jézus kér valamit ettől az asszonytól, és annak érdekében, hogy folytatódjék ez a lelki gondozás, ülve marad. Úgy, ahogy a József Attila a Thomas Mann üdvözlése című versében mondja, ülj le közénk, és kezd el a mesét szépen. Ha igazán beszélgetni akarunk valakivel, és Jézus ezt akarja, akkor ahhoz le kell ülni, nem lehet csak úgy fél lábon, nem lehet csak úgy menet közben, nem lehet másra figyelve. Gyakorló apaként tudom, ismerem ezt az érzést, amikor odaülhetek gyermekem ágya szélére, aki várja a mesét. Ilyenkor nem lehet kapkodni, nem lehet a szemem sarkából a tévét nézni, nem lehet a mobilt a fülemhez tartani, vagy magam elé nézve, nyomkodva azt, hanem teljesen ott kell lennem, testestül, lelkestül. Jézus is ezt teszi. Oda kuporodik a kút kávájára, hogy beszélgessen ezzel az asszonnyal, és ismét mondom, kezdetét veszi egy elmélyült lelkigondozói folyamat, egy lelkipásztori beszélgetés. És az asszonynak szüksége van erre a lelkigondozásra, hiszen, mint mondtam, ő asszony, akit a társadalom perifériájára szorítottak, ő bűnös nő, akit megdobálnak kavicsal a kamaszok, és ő samáriai, akit idegennek, jöttmentnek, betolakodónak tekintenek, félnek tőle, és megbélyegzik őt. És a vége, a történet vége, a csoda, hogy ez az asszony hitre jut. Bárcsak mi is eljutnánk oda, hogy elmondanánk azt, ami mai hetünk, mostani hetünk mottója is, hogy hirdetjük az Úr nagy tetteit. Hiszen ez az asszony is ezt teszi, visszafut a falujába, föllármázza a családtagjait, a szomszédait. Tudjátok, hogy mit tett velem valaki? Mit mondott nekem? Ezt szeretném megosztani veletek. Elmegy, és továbbadja ezt a hírt. Azt kívánom, hogy mi is, amikor innen elmegyünk, akkor adjuk tovább, hogy mit tett velünk az Úr, és hirdessük az Úr nagy tetteit. És legyen meg bennünk is az a szomjúság, ami az asszonyban is megvolt, hiszen Jézus ráébresztette őt arra, hogy amíg ő, Jézus, fizikai értelemben vett vizet kér az asszonytól, addig az asszonynak, a bűnösnek az élő vízre van szüksége, és ő, Jézus, ezt tudja adni neki. Bárcsak mi is átélnénk ezt a szomjúságot, az élő vízre. És sokunkban, és ezzel fejezem be, szeretett testvéreim, sokunkban ott van a szomjúság, nem csak az élő vízre, hanem az úrvacsorai közösségben, a borra, Krisztus vérére és az ostjára. Egyek vagyunk valóban a tanúságtételben, egyek vagyunk az igében, nagyon szép ige liturgia, amit most élünk. Ugyanaz a szentírásunk, és ez nagyon jó. Közösen végezhetünk lelki gondozást egyetemen, kórházban, gyülekezetekben és sokféle feladatban. De sajnos, és ez még fájdalmas tény, nem lehetünk egyek még az oltári szentségben, az úrvacsorában, az eucharisztiában. Van egy álmom, az az álom, hogy eljön majd az idő, amikor nem csak az ige liturgiában lehetünk együtt, hanem az oltári szentségben is. Ezért nagyon sokat kell dolgozni, ezért nagyon sokat kell teológusoknak és laikusoknak fáradozni, és legfőképpen ennek érdekében nagyon sokat kell buzgón, álhatatosan imádkozni. Adja Isten, hogy talán még a mi nemzedékünkben eljön az az idő, hogy a mi szomjunkat nem csak a víz, az élő víz csillapíthatja,
hanem ami Isten szomjúságunkat csillapíthatja az úrvacsora, az Eucharisztia közös vétele. Ferenc pápa néhány héttel ezelőtt ellátogatott Rómába, Rómában az evangélikus templomba, és ott valaki megkérdezte tőle, először egy kisgyerek megkérdezte tőle, hogy milyen dolog pápának lenni. Hát ő elmondta, hogy milyen dolog pápának lenni, úgy néhány mondatban összefoglalva. Aztán egy asszony azt kérdezte, mehetek-e a férjemmel, aki nem katolikus, hanem protestáns, közösen az Eucharisztiához, hogy úrvacsorát vegyünk együtt, hogy egyek legyünk az oltári szentségben. És a Szent Atya, a pápa azt válaszolta, ha közösen lelkiismeret vizsgálatot tartotok, ha erre lelkileg közösen készültök, akkor igen. Egy házaspárnak már lehetőséget adott erre. Hiszem, hogy így kicsiben kezdődik. Házaspárok, akik eddig talán a szétszakadottságot egészen fájdalmasan élték meg, hogy egyikük ment a katolikus, másikuk a protestáns templomba, talán átélhetik majd azt a csodát, hogy egymás templomaiban is otthon lehetnek, nem csak az igét hallgatva, hanem a legnagyobb csodában, az oltár közösségben. Adja Isten, hogy ez, ha ő úgy akarja, még a mi nemzedékünk életében megvalósul, hiszen az egyház látható egysége az, amelyet szeretnénk mindannyian, hiszen azért vagyunk együtt. Isten áldja meg ezt az álmunkat. Amen. Testvéreim, hallottuk Isten igéjét, amit tisztelünk és kincsnek tartunk, és az ige egy asztalának vendégei voltunk mindannyian. Ezt a szent isteni szót visszük a világba, mert egy a küldetésünk. A föld sójává és a világ világosságává kell válnunk, és hirdetnünk kell az Úr csodálatos tetteit. Úr Jézusunk, Te azt kérted apostolaitól, hogy ébren legyenek és imádkozzanak veled. Hadd ajánljunk a világnak védett időt és helyet, ahol felüdülést és békességet találnak, hogy más keresztényekkel együtt imádkozva megismerhessünk téged. Mint Isten gyermekei, tudatában vagyunk küldetésünknek és méltóságunknak. Így emeljük fel imáinkat, és erősödjünk vágyakozásunkban, hogy Isten szent népe legyünk. Szerető mennyei atyánk, formáld át szívünket, családunkat, közösségeinket és társadalmunkat. Népedet formáld szenté és Krisztusban egyé. Életvize, oszd a méltóságért, a szeretetért és a szentségért érzett szomjunkat társadalmunkban. Népedet formált szenté és Krisztusban egyé. Szentlélek Isten, öröm és békesség lelke, gyógyítsd megosztottságunkat, amelyet a hatalom és a pénz rossz felhasználása okozott, és engesztelj ki minket egymással, különböző kultúrák és nyelvek között élőket. Egyesíts bennünket Isten gyermekeiként. Népedet formált szenté és Krisztusban egyé. Szent háromság, a szeretet háromsága, vezess ki minket a sötétségből, a te csodálatos világosságodba. Népedet formált szenté és Krisztusban egyé. Úr Jézus Krisztus,
Egyé lettünk veled keresztségünkben, és ezért egyek vagyunk az imádságban is, ahogy te tanítottad nekünk. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus mondja, ti vagytok a föld súlya, ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsérjék a ti mennyei atyátokat. Legyetek világosság a világ számára. Az Úr békessége legyen veletek. Adjuk át a békét egymásnak. Maradjunk állva és fogadjuk a püspökatyák áldását. Az áldás után foglaljunk majd helyet. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Az Isten tisztelet az áldással együtt befejeződött, és mivel vendégként vagyunk itt az egyetem dísz aulájában, és az egyetem vezetés új taggal bővült, szeretném fölkérni dr. Deák Csaba kancellár urat, hogy ünnepi gondolatait ossza meg velünk. Excellenciás érsek úr, főtisztelendő és nagytiszteletű püspök urak, főtisztelendő és nagytisztelendő lelkész urak, hölgyek, tisztelt rektor úr, tisztelt gyülekezet! A Miskolci Egyetemnek az oktatáson és a kutatáson kívül van egy harmadik küldetése, amely a régió, a város gazdasági, társadalmi és kulturális életében való aktív közreműködés. Nagy tiszteletű dr. Orosz Atanász püspök úr mondta, a társadalom szolgálata. A társadalom szolgálata a Miskolci Egyetem feladata is. Ebben a feladatban, ennek a feladatnak a végrehajtásában az egyházak fontos és természetes szövetségeseink. Köszönet ezért a szövetséges tevékenységért, és néhány példát, hogy is mondjak erre. Köszönet azért,
hogy közösen cigány szakkollégiumot tudtunk indítani az egyetemen a romai értelmiség képzéséhez. Köszönet azért a jótékonysági tevékenységért, amely a Miskolci kampuszon folyik, az Ökumenikus Egyházi Lelkészség által. Karácsonykor, jeles alkalmakkor ajándékokat gyűjtünk szegényeknek. Én szeretném kérni, hogy ezt a mindennapokban, a hétköznapokban közösen tegyük ezután. Nem csak a társadalom szolgálata, hanem az értelmiség képzése szintén feladatunk. Ebben szintén partnerek az egyházak. Az egyházak képesek erkölcsi alapot teremteni az oktatásunkhoz. Balogh Zoltán miniszter úr azt mondta, hogy értékelvű felsőoktatásra van szükség. Én úgy gondolom, hogy az egyházak jelenléte támogatja a felsőoktatás értékelvűségét. A Miskolci Egyetem 2015-ben először ökumenikus nyílt napot szervezett. A megye egyházi közintézményei középiskolai látogattak el hozzánk, többek között azért, hogy a leendő diákjaink megismerhessék a Miskolci Egyetemet, itt pozitív élményekkel gazdagodva mehessenek haza, és a Miskolci Egyetemet választák később egyetemi tanulmányaikhoz. Köszönet azért, hogy ezt közösen megszervezhettük, és köszönet azért, hogy ezt 2016-ban is megszervezzük együtt, és itt lehetünk majd újra azokkal a diákokkal, ezekkel a középiskolákkal. Köszönet azért, hogy több mint egy évtizede a Miskolci Egyetemen működik egy ökumenikus egyetemi lelkészség, amelyben, mint ahogy a felvezetőben is hallani lehetett, különlegesek vagyunk Magyarországon, hiszen világi, állami egyetemeken ez nem jellemző. Köszönet végül ezért a mai istentiszteletért, köszönet azért, hogy ezen a héten ellátogattak ide, és itt együtt tudtunk imádkozni, és köszönet azért, hogy itt vagyunk most. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Deák Csaba kancellár úr gondolatait, és engedjék meg, hogy magam is köszönetet mondjak mindazoknak, akik a ma estét lehetővé tették, és imádságos lelkülettel itt voltak közöttünk, elsősorban püspök atyáknak, akiktől azt gondolom, hogy igen, mi is tartalmas tanítást kaphatunk a ma este. Köszönöm az egyetemi lelkésztársaimnak a szervezési feladatokat, az egyetem vezetőségének, elsősorban rektor úrnak és kancellár úrnak, hogy támogatták és segítették törekvéseinket. Köszönöm az énekkar szolgálatát, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet kamarakórusának a közreműködését, és köszönöm Pataki Gábor karnagy úrnak, hogy vezette az énekkart. Köszönöm Sándor Zoltán intézményvezető úrnak, aki sajnos ma nem tud jelen lenni közöttünk, külföldi tartózkodása miatt, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a kamarakórust. Köszönöm a szolgálatot teljesítő atyák jelenlétét, valamint minden kedves testvérünknek, akik hozzájárultak a ma este tartalmas megszervezéséhez. Dicsőség ezért Jézus Krisztusnak, aki számunkra áldás és békesség, és ne felejtsük el, hogy gyengeségeinkben erős vár a mi Istenünk, és ezért dicsértessék ő most és mindörökké. Meg itt szombat estét kívánok, a himnusz eléneklése után pedig a püspökatyákkal kivonulunk, és most akarom mondani a kenyérosztást, a Favin Tamás püspökatya fél álma így valóra válik, hiszen a lettországi keresztény testvérek kérésének megfelelően az összetartozás jelét szimbolizáló kenyérdarabkákban részesülünk, amit egyetemisták fognak itt két oldalt kiosztani, majd minden kedves jelenlévőnek. Meghitt szombat estét, Isten áldása legyen velünk.